Gyöngyfűzés, mézes kalács díszítés és még számos kézműves foglalkozás. Ez várta a délelőtti órákban a gyerekeket Péter révén. A gyerekek legtöbbje már több éve táncol. 8 évvel járok táncra, és nagyon szeretek táncolni a társaimmal. Mindenfele járunk Szerbiába táncolni. A tánc mellett a fellépésekkel járó izgalmat és utazásokat szeretik igazán. Voltunk Bulgáriába is egyszer így tengeren, meg szoktunk menni ilyen kisebb városokba is, de Szlovákiába, Romániába mindenfelé megyünk. Az esti fellépés előtt a gyerekek javában próbálták a koreográfiájukat. Régen mindig így csinálták az emberek kint, és ebből is sokat megbírok tanulni. És merre láthat titeket a közönség, merre szoktatok fellépni? Ott Becsén, akkor otthon, meg mindenhol, sok helyen. Az esemény házigazdája a Tisza Mentek Közművelődési és Népművészeti Egyesület. A nemzetközi rendezvényre a vajdaságiak mellett Erdélyből és az anyországból is érkeztek táncegyüttesek. Amikor 12 évvel ezelőtt elindítottuk, az volt a célunk, hogy legyen egy nap, ami csak a gyerekekért van, ami csak a gyerekekről szól. Mindenben igyekszünk a gyerekeknek kedveskedni, ezért is vannak délelőtt kézműves foglalkozások, utána van egy nagyon finom ebéd mindenkinek, és délután egy rövid fölvonulás a faluban. A felvonulást Gála műsor követi, ahol a fellépő gyermekcsoportok megmutathatják tánctudásukat és népviseleteiket. Az estet a Csalóka zenekar kíséri.